Ciprusi zarándok útunk újabb állomása Nikózia, amely már a 7. századtól Ciprus fővárosa. Az ókorban Nagy Sándor csatolta birodalmához, ezt követően Egyiptom fennhatóság alá tartozott, majd Rómához, később Bizánc uralma alá került. A keresztesek a 12., a genovaiak a 14., a velenceiek a 15. században foglalták el, és erős védőfallal vették körbe a várost. A sziget 1570-től 1878-ig Törökország megszállása alatt volt, majd a britek helyét ENSZ csapatok vették át. Az óvárosban a Paphos kapu mellett egy korábbi azonos nevű templom helyén látható az 1900-ban épült Szent Kereszt katolikus templom, ami a főváros helyi és külföldi római katolikus közösségét szolgálja. A templom közelébe húzódik a Nikóziát is ketté választó demarkációs vonal. Az 1974-ben bekövetkezett görög-ciprióta katonai puccs hatására és a török kisebbség védelmére hivatkozva, Törökország katonai agressziót hajtott végre Ciprus ellen, és a sziget területének egyharmadán kikiáltották saját köztársaságukat, amelyet Törökország kivételével egyetlen állam sem ismer el. Az országot ketté választó zöld vonal, megközelítőleg 180 km hosszú, és nagyjából a Trodosz-hegység északi vonalát követi, majd keresztül fut a fővároson Nikózián és Famagusta kikötővárosán éri el a tengert. A zöld vonal a város majdnem minden pontjáról felfedezhető, mivel a vonalat övező katonai ellenőrző tornyok tetején messziről is jól láthatóak a szemben álló felek és az ENSZ demonstratívan elhelyezve zászlajai. Megfelelő ellenőrzés után mi is átkelhetünk Nikózia a török oldalára. A ciprusi macskák még a gépkocsikon is háborítatlanul rustálkodhatnak. A török kereskedők az elegánsabb görög üzletekkel szemben a vásári bazár jelleget részesítik előnyben. Thank you.
Egy török kolostorban betekintést nyerhetünk a merlevi dervisek életébe, akik a középkori keresztény szerzetesekhez hasonló szegénységben aszkéta életet éltek, és a dervisrend szigorú szabályzatát követték. A karavánszeráj a Büyükhán mai állapotában a turizmus rendelkezésére áll, de el lehet képzelni, milyen lehetett, amikor még a karavánok fáradt embereit szolgálta. Szellimie mecset eredetileg Szent Szófia katedrális, római katolikus székesegyház volt, az egyik legszebb példája a Cipruson a gótikus építészetnek. A Lusignan uralkodók mond a velenceiek fejezték be, akik ezt tekintették az akkor épülő várfalak középpontjának is. A pompás katedrális 150 évig épült, és 1326-ban szentelték fel. Amikor a törökök elfoglalták a várost 1570-ben, a belső szerkezetet, a szószéket és a padokat felapították tűzifának, a padlóból sírköveket készítettek. Akkor építették hozzá két minaretet, valamit egészítették ki a muzulmán szertartásban nagy jelentősége bíró minrábbal, amely Mekka irányát mutatja. Ott létemkor nem tudtam szabadon a gondolattól, hogy vajon Európa többi katedrálisára is ugyanez a sors vár majd. Thank you.
A latin közmondás szerint habens sua fatali belli, azaz a könyveknek is megvan maguk sorsa, de láthatjuk, hogy ez a templomokra is igaz. A Szelimie mecset mellett található Szent Miklós templom, a Bedesztán, a 12. században épült, eredetileg bizánci templom volt. Az épületet később a luzinyánok néhány gótikus elemmel kibővítették. A további változások már a velenciekhez kötődnek, majd az épület a görög ortodox egyház birtokába került és katedrálisként használták. A török idők alatt egy ideig gabonát tároltak benne, majd ruhaüzlet volt. És ha már a latin közmondásoknál tartunk, láthatjuk, hogy így múlik el a világ dicsősége. Sic transit gloria mundi. Ezután Hagyi Georgakis Kornézios házába térünk be, amely a 18. századi török építészet remeke. Ettől az időszaktól kezdődően a törökök dragománokat, művelt diplomatákat és fordítókat neveztek ki, akiknek feladata volt az ottomán birodalom és más hatalmak, illetve a birodalom és nem muzulmán alattvalói közötti közvetítés volt. A dragománok a pasa után legfontosabb politikai figurák voltak. Az egyik legnagyobb hatás a dragomán Cipruson, Hagyi Georgakis Kornézis volt, aki 1779 és 1809 között töltötte be a tisztséget. Ezzel a filmünkkel betekintést akartunk nyújtani egy különlegesen érdekes és izgalmas város életébe, amelyet a vallás és a politika két részre szakított, és amely viszonylagos békességben jelenleg ebben a kettős állapotában létezik.